Mi találkozón sem. Puskás, Illés zavarta, Medgyes tovább, és rosszul adta vissza a süveges a labdát. Csehi húzhat kapura, ez már helyzet. Illés meglövi fölé. 14 percnyi játék után bedobás, és Orosz forgolódik, hogy beadja a labdát. Lövésre hátra, Pisont megtolja, még ez hosszúnak tűnik, Váci mellett tovább kerül Pisont, a 16-oson belül Csel, újabb Csel Pisont, ellövi, és Hajdu fogja meg. 32. perc, a szöglet levágódik, Vince elé kerül vissza, még egyszer, és Hajdu mit védett, te jó ég! Illés próbál labdát szerezni, mehet tovább, nem volt szabálytalan, Illés szerelt végül, Bánfi előre, ellenfélnek, Berecki, Pisont veszi le az ajándéklabdát, Vince, Váci tűnik föl, ez jó, Orosz elgurítja, gól! Nagyon szép támadás, Vince elmegy, Váci rosszul keresztez, és aztán ott a befejezés, Orosz elegánsan. Csehi, egyelőre Patkós csak kíséri, Csehi teljesen tisztára játsza magát, Hajdu szedi föl, és másodszorra az övé. 24. perc, Csehi. Vince kapja a labdát, és nem néz föl, csak hangra teszi tovább, Mikler elrontja, Illés és Vince. Illés lép ki maga, gólhelyzet, Illés, és Hajdu véd most már sokatszor, nagyon-nagyon jól. 26. perc, Váci kirúgása, Pisont fejeli vissza. Berecki, Váci, 11-es. Váci elcsúszik, kézzel üt a labdába, Stammler ott van, és habozás nélkül megadja a 11-est. Ez döntő momentum. Illés lövi a büntetőt. Hajdu táncol vele szemben, Illés, és bent van! 2-0. Illésnek ez a 39. NB1-es gólja, és Hajdu tehetetlen. Vince és Orosz a másik oldalon, Orosz hagyja Vincének, Vince, na mit kezd vele? Vince lenne az alapvonalnál, vissza, és szöglet. Medgyes, Illés mellette. Megpróbálnak indulni a csepeliek. Egyelőre Mátyus van ott. Nem tudták átjátszani. Ez viszont most jó megoldás, be lehet tenni középre, be is teszik, és Brockhauser véd lábbal. 44. perc. Szekeres, Brockhauser ötlözi ki. És lehet indulni, nagy, Orosz mellette, és most kéne indítani, most már les viszont, Orosz, így nem les. Nem lesz, mert beragadt nagy. Pisont teljesen tisztán, zicserben kiindul Hajdu, Pisont, és kimarad a helyzet.